Igen, a videó címében már elolvashattátok, hogy igazából mi is történt. Ebben a videóban arról fogunk beszélni, hogy miért is történhetett ez, valamint arról is, hogy miért van az, hogy az idol párok mindig olyan hamar elválnak egymástól. Valamint a videó végén még egy kicsit beszélni fogunk az idolok fizetési rendszeréről is, szóval tartsatok velem! és Momo szakítottak, és ez hivatalos. Ugyanis mind a két lemezkiadó, úgy a JYP, mint az SM Entertainment ezt megerősítette. Szóval igazából nincs nagyon mi spekulálni rajta, valamint a jelentésükben semmilyen részletre nem tértek ki, hogy mi okból, miért, vagy hogyan is történhetett ez. Szóval innentől kezdve igazából minden, ami arról szól, hogy miért is szakítottak, csak plegyka szinten van, ugyanis a lemezkiadók igencsak jól kezelték szerintem a helyzetet, ugyanis úgy látszik, Hichul és Moe nem egy olyan sztárpár volt, akik igazából ebből hírvelést akartak csinálni, vagy azt, hogy az emberek beszélnek arról, hogy ők együtt vannak, vagy hogy szakítottak, vagy miért szakítottak, vagy hogy vagy mint. Szóval ők csendes utat választották, ami valószínűleg arra is enged következtetést, hogy valószínűleg nem agresszívan váltak el egymástól, és igazából ennyi még mondjuk benne van mind a két jelentésben is, hogy hogy békés úton váltak el egymástól, és közös megegyezés alapján szóval, nem vitával, vagy nem nagy botrányjal váltak el egymástól. Kezdjünk el akkor egy kicsit beszélni arról viszont, hogy milyen plegykák is láttak napvilágot, és hogy milyen teóriák is vannak afelől, hogy ők miért is szakítottak. Először kezdjük az igazából logikusabb dolgokkal, aztán az egyre hajmeresztőbb dolgokkal, szóval van egy-két teória. A leges legegyszerűbb, mint az, ami legtöbb esetben lenni szokott, az az, hogy valószínűleg nem volt idejük egymáshoz. Kicsit sajnálom igazából, mert ez az idol pár volt igazából a kedvencem, szerintem tök jól néztek és olyan idillik voltak együtt, de úgy látszik semmi sem tart örökké. Szóval a Twice az igazából az egyik legelfoglaltabb K-pop banda nagyon régóta, Comebackjuk van, japán comebackjuk van, műsorokban szerepelnek, reklámokban szerepelnek, nagyon-nagyon szoros a beosztásuk, innentől kezdve igen, csak kevés a szabad ideje. Bár hícsul, már igazából nem annyira aktív sztár, mint régebben, de ettől függetlenül neki is megvan a saját dolga, saját ügy ügyleteivel foglalkozik, és igazából most már a jövőjét alapozza megfele. Szóval mind a ketten kisé elfoglaltak, és emiatt valószínűleg nem nagyon tudtak túl sok időt egymásra szárni. Ha nem tudnak a párok sok időt egymásra tölteni, akkor a kapcsolatuk szépen lassan meggyengül sajnos, és valószínűleg itt is ez történt. Egy másik teória igencsak érdekes, amit igazából összekombinálnék egy másikkal. Egy másik teória igazából azt taglalta, hogy a kapcsolatuk azért is nem lehetett hosszú távú, ugyanis nagy volt köztük a korkülönbség. Igen, 13 év volt a köztük a korkülönbség, hát hicsúl nem egy mai fiatal ember már, mindenek, de mindezek ellenére lehet látni olyan példát rá, hogy 13 év kor is azért még a párkapcsolatok fennmaradnak. Ez valószínűleg nem opció, viszont vannak, akik beszélnek arról, hogy valószínűleg ez lehetett az egyik ok, viszont akkor ezt összekombinálnám azzal, hogy igazából lehetséges, vagy teória szerint, hogy Hicsul nagymamája miatt szakítottak. Na ez már kicsit plegykásan hangzik, de annyira nem plegykás, csak menjünk a sztori végére. Köztudott tény, hogy Hichul nagyon jó van a nagymamájával, és mint általában a koreai nagymamák igencsak hagyomány tisztelőek, és ugye a régi korban élnek, és sok mindent úgy szeretnének, mint ahogy a régi korban van. Hichul már nem annyira fiatal, lassan 40 éves lesz, és igazából a nagymama már nagyon régóta szeretné, hogyha unokával örvendeztetné meg, és szeretné, hogyha normálisan megházasodna, és stb. elkezdeni azt az életet, mint amit általában egy koreai fiatalember elkezd. Nos, Momo viszont nincs ebben a korban még, Momo még fiatal, és a karrier is igencsak aktív, nem valószínű, hogy hiányzik neki, vagy még nem lehet tudni, hogy igazából mit szeretne, de egyesek szerint még Momo nem abban a korban van, hogy meg szeretne így állapodni, házasodni, gyereket várni, stb ez nem lehet tudni, de hogyha a nagyon szereti a nagymamáját és ad a szavára, akkor lehetséges, hogy ténylegesen egy kicsi megfogad, akarja fogadni a tanácsát, és emiatt lehet, hogy keresni akar magának inkább egy olyan valakit, aki korban passzol hozzá, és akivel ténylegesen megkezdheti a nagybetűs életét. A negyedik egyben utolsó teória pedig a leghajmeresztőbb, mondhatjuk azt is, méghozzá nem más, mint az, hogy a a rajongók abból indultak ki, hogy a kiadónak nem lett volna miért közzé tenni azt, hogy szakítottak, ami szerintem egy kicsit nem igaz, mert általában mindig olyan sztárpárokról, amik belettek jelentve, hogy együtt vannak, mindig be van jelentve az is, hogy szakítanak. Na de tekintsünk ettől el, hogy tudjuk jobban átérezni a teória ízét, hogy valószínűleg ők már régen szakítottak, és most jutottak el arra a pontra, hogy egyik őjük közeli kapcsolatba került valaki mással, és mielőtt kiderülnének a plegykák, hogy ők megcsalják egymást, vagy valamelyikük megcsalja a másikat, most jelentették be a szakítást, hogy aztán ezek után ne legyen meglepő, hogyha kiderül, hogy valamelyikük mással jár együtt. Kicsit nyakateker teória, valamilyen szinten látom, hogy mire épül, és érzem, hogy tényleg mire akar kiukadni, de egyáltalán nem tartom valószínűleg, viszont ez is egy teória, amin el lehet gondolkozni. Ez akkor fog igazából bebizonyosodni, be hogyha nem sokára meg azt fogjuk hallni, hogy Momo vagy Hicsó igazából összejött valaki mással. Nos, ha ez be fog következni, akkor valószínűleg ez a teória volt az igaz. Na de most beszéljünk akkor arról, miért van az, nem egy videót készítettem már ugye arról nagy lelkesen és boldogan, hogy idolok jöttek össze egymással, idol párok jöttek létre, és ugye mindannyian sok boldogságot kívántuk nekik, és reméltük, hogy minél hosszan tartóbb lesz a kapcsolatuk, és minél boldogabb. Ennek ellenére szinte minden idol pár, akit bemutattam, az már szét is vált. Nos, remélem nem a én vagyok az oka, és meg van átkozva mindenki, aki, akinek aki, én aki gratulálok, hogy azok el is kell váljanak, de viccet félretéve ténylegesen ez nagyon jellemző a kápó hogy az idol párok sajnos nem élnek meg hosszú időt. Ha már egy évet vagy két évet megélnek, az őrült hosszú időnek számít, de ennél tovább, ezen felül nem jellemző, hogy bárki is tovább együtt maradhasson a másikkal. Na de mi az oka? Visszatérve a Twice esetére? Az, az ok nem más lehet, mint sajnos az. Idő. Ugyanis egy idol rendkívül elfoglalt, és nagyon sok munkája is van, amiből fakadóan fogok majd beszélni egy kicsit a fizetésrendszerükről a videó végén, hogy jobban átlássuk, hogy miért is dolgoznak ennyit, és miért is kifizetődő nekik, vagy miért is hajtanak és güriznek annyira. Szóval, de lényeg az, hogy ténylegesen sokat dolgoznak, rengeteget gyakorolnak, és rengeteg idejük elmegy erre. Amíg idolként dolgoznak, igencsak kimerítő, és igencsak kevés a szabadidőjük mellette. És emiatt nem lehet egy hosszantartó kapcsolatot létrehozni, nem tudnak például egyről a kettőre lépni, mint hogy házasság, vagy éppen gyerekvállalás, mert idolok, és, és egyszerűen nem fér bele az idejükbe, és egy, egyenlőre nem. Azok az áldolok, akik visszavonulnak, azok tudnak kezdeni igazából normális életet, és azok az áldolok, akik már nem aktívak, azok közül láthatunk olyanokat, hogy ténylegesen megházasodnak, vagy éppen családot alapítanak. Szóval muszáj visszavonuljanak az aktív sztárságból, és csak utána tudnak rendes életet élni. Ez nem igaz viszont a dorama színészekre, ha megfigyeljük, nagyon sok dorama színésznek van párkapcsolata, sőt, akár gyerekeik is viszont a színészeknek teljesen más a beosztásuk. Amikor kapnak egy megbízást vagy egy szerepet, az jó néhány hónap munkával jár nekik. Mondjuk azt, hogy 3-4 hónapig szinte alig járnak haza, és reggeltől estig dolgoznak. Viszont utána van egy ugyanolyan 3-4 hónap pihenőjük, amit viszont a családjukkal tudnak tölteni, vagy éppen a szerettükkel. Éppen ezért ö, színésznek lenni sokkal jobban kifizetődő Dél-Koreában, mert amellett lehet élni normális családi életet is. Viszont az áldoloknak teljesen más a beosztása, és emiatt sajnos... Egyikük sem tud hosszantartó kapcsolatot fenntartani. Viszont akkor térjünk rá akkor a videó harmadik részére is, egy kicsit a fizetésrendszerükbe is nézzünk bele, hogy miért is kell nekik ennyire hajtani, és miért is hajtanak tulajdonképpen. Ennyire. Először is beszéljünk arról, hogy hogyan is kezdődik egy idol karrierje. Mindennyian tudjuk, hogy debütálnak és aláíratnak velük egy szerződést. Ez a szerződés több évre szól, akár 5-6 évre is. Viszont amikor a szerződést aláíratják velük, ugye úgy íratják velük alá, mint egy kezdő sztár, akinek nem lehet tudni, hogy mekkora bevételt fog hozni, mekkora híresség, igazából nem sokat tudnak róluk, egy alap kezdő sztárként könyvelik el őket, ennek megfelelően egy alap és kezdő szárnak megfelelő alapfizetést kapnak. Minden idolnak van egy alapfizetése, amint felül a juttatásokkal meg tudja többszörözni a fizetésének az összeg. Kisebb lemezkiadók esetén igazából ez az összeg kevesebb, nagyobb lemezkiadók esetén az alap nagyobb. Viszont az alap, az mondhatjuk azt, hogy több, mint a koreai minimálbér, viszont nem egy őrült, nagyon-nagyon-nagyon nagy összeg. Ne gondoljuk azt, hogy több millió forintnak megfelelő pénzeket kapnak az alapba. Egyáltalán nincs így, még a nagyon nagy lemezkiadóknak sem. Nem tudunk pontos összegeket, mert még a visszavonult áldozatok sem nagyon beszélnek róla, viszont akár. Viszont alapon egy kisebb lemezkiadónál valószínűleg az alapjuk egyáltalán nem nagyobb, mint forintnak megfelelően 300 ezer forint, ami igazából nagyon jó összeg, de viszont Dél-Koreába szól egy igen drága város, és annyira őrültem nem sok. Mondjuk azt, hogy egy kicsit jobban élnek, mint aki minimálbérből dolgozik, de mondjuk ettől még nem mennek igazából a falnak. Mondjuk az, hogy egy albérletet ki tudnak fizetni, és tudnak mindennapi kaját venni belőle, és ezen felül annyira sokkal többet nem keresnek. Egy nagyobb kiadó esetén ez felmehet 4 ezer forintig is, akár 600 000ig is, de ennél többet ne gondoljátok, hogy alapban kapnak az idolok. Ez az alap, ezt úgy kapják meg viszont, hogy igazából csak vannak és megjelennek néha. Innentől kezdve jönnek a juttatások. Mindenre kapnak juttatást, a comeback a reklámszerepekre, igazából mindenből jut nekik valamennyi összeg, viszont nem túl sok. Nézzünk például egy fotózási esetet. Fotózások alkalmában általában ők nagyjából a fotózásért kifizetett összegnek az 5%-át kapják meg. Mondjuk az, hogy ha esetünkben ugye ebbe a videóba beszéltünk Momóról, hogyha őt felkérik egy reklámszerepre, és ajánl a reklámozó cég 10 millió forintnak megfelelő összeget a kiadónak, abból Momó körülbelül 500 ezer forintot fog látni, amivel lehetséges, hogy majdnem meg is duplázta igazából a havi keresetét hogyha bevállal egy ilyen reklám szerepet, de viszont a reklám szerep nem feltétlenül biztos, hogy minden hónapban jön, ezért ez az összeg nem feltétlenül biztos, hogy az övé lesz. Ugyanúgy igazából, hogyha comeback keznek, abból is megvan a szerződés alappaján, hogy mennyit fognak kapni, mennyi bevétel után, szóval igazából, hogyha az áldolok szeretnének valamit keresni, már pedig azért áldolok, és azért vannak ott, hogy igazából azt csinálják, amit szeretnének, és hogy megalapozhassák vele a karrierjüket az első szerződés lejártáig minden ájdolnak iszonyatosan keményen kell dolgoznia. Ugyanis, mint ahogy mondtam, az alapjuk az nagyon kicsi, és hogyha egy kicsit is többet szeretnének keresni, vagy egy kicsit is szeretnének megtakarítást csinálni a bankba, akkor ténylegesen vagy egy comeback vagy valamit muszáj kiadjanak, vagy csináljanak, már csak azért is, hogy egy kicsit többet keressenek. Ez nagyon jó a kiadóknak is, ugyanis az idolok hajtanak, hogy valamit tényleg asztalra tudjanak tenni, és ennek igazából a kiadó csak örül. Nem beszélve arról, hogy nagyon sok kiadó pénzt kérel azért, ugye, hogy a gyakornoki idő alatt oktatja az idolokat, ami azt jelenti, hogy az fizetésük az összfizetésük, nem csak az alapból a hónap végén levonnak egy 20%-ot egy-két évig, addig, amíg igazából vissza nem fizetik azt az összeget, amit a gyakornoki idő alatt rájuk költöttek. Szóval nem elég, hogy keresel valamennyit, annak a 20%-a eleinte még a kiadónak a zsebében is landolsz. Ténylegesen nagyon-nagyon sokat kell dolgozzon egy ájdol, hogy olyan pénzt meg tudjon keresni, amivel valamennyire is igazából tud kicsit előrébb haladni. Ez mind megváltozik igazából a szerződéseknek a meghosszabbításakor. Ilyenkor már ugye nem egy alapszárnak való fizetést ajánlanak fel nekik, hanem mondjuk azt, hogy a hírességüknek megfelelően és megegyezés alapján is, hogy ténylegesen mennyit kapnak. Minden olyan idol, akinek már igazából meg lett hosszabbítva a szerződése, láthatjuk, hogy bár mindig ugyanolyan lelkes, de már nincs az az őrült nagy kapkodás és gőrizés, mint eleinte, mert már egy kicsit biztonságosabbnak érzi magát, kicsit több pénzt kap, amivel nem kell azon aggódjon tényleg, hogy ma hónap végére szinte semmivel sem marad, hogyha nem csinál valamit abban a hónapban. Nagyon jó példa erre az a 10 Azt gondolnánk, hogy az a 10 nek milyen jól megy, mivel ténylegesen elég népszerűek és a számai híresek. Viszont ők is még nem hosszabbítják meg a szerződést, nekik is az alapjuk most még jelenleg igazából egy kezdő idolnak megfelelő, és a KQ Entertainmentnél köztudott, hogy igazából az nem túl nagy összeg. De viszont mivel látszik, hogy az E10 mennyire népszerű, valószínűleg a szerződésük meghosszabbítása után már sokkal többet fognak ők is keresni, nem egy rookie idol szinten fognak majd ezentúl mozogni fizetés Terén persze. Nos ennyi lett volna ez a videó, nyugodtan leírhatjátok a kommenteket bármelyik témából, Momo és esetéről is, vagy éppenséggel arról, hogy miért nem maradnak hosszan együtt az ájdolok, valamint beszélgethetünk a gondoljátok még az ájdolok fizetésrendszeréről is. Most búcsúzom tőletek, és ne menjetek ki túl sokat a napra, mert nagyon meleg van. Inkább hallgassatok minél több képappot a szobátok hűvösében. Legyetek nagyon jók, és mint mondtam, hallgassatok minél több képappot. Sziasztok!